bemutatkozott a Családbarát Magyarország Központ által működtetett Gyermekút Módszertani Központ. Erről kérdezzük Szóromi Kovács Ágnest, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjét. A Gyermekút Módszertani Központot a Családbarát Magyarország Központ hozta létre, pedig azért, mert 2017 és 2022 között a Családbarát Magyarország Központban a Gyermekút projekt keretein belül egy fantasztikus szakmai munkát végeztünk Kereki Judit vezetésével, aki egy nagyon elismert szakembere a korai fejlesztésnek hazánkban. Tulajdonképpen az eltérő és a megkésett fejlődésű kisgyermekekért dolgoztunk ebben a projektben, nagyon sok szakember, és hát európai szinten elismert eredményeket tud ez a központ, ez a projekt felmutatni. 27 fajta akkreditált képzésünk volt, ezen több mint 12 ezer szakembert képeztünk ki, és közel 90 módszertani anyag is elkészült, úgyhogy ezzel nagyon sokat segítettük azt, hogy az a környezet, ami egy megkésett fejlődési gyermeket támogat, az minél hatékonyabban tudja ezt a gyermeket támogatni. De tulajdonképpen a projekt lényege az volt, hogy a megkésett fejlődési gyermekeknek az útját meg tudja könnyíteni, fel tudja gyorsítani, hiszen minél hamarabb felismerik azt, hogy annak a kisgyermeknek milyen fajta fejlesztésre, támogatásra van szüksége, annál nagyobb az esélye annak, hogy maradéktalanul felzárkóztatható, vagy hogyha ez nem is lehetséges, akkor is minél kevesebb olyan hátrány fogja őt érni a későbbiekben, ami az ő teljes értékű életét megakadályozza. Úgyhogy ezen dolgoztak a kollégáim, és ennek a projektnek az eredményeit frissen kell tartani, gondozni kell, tovább kell fejleszteni, és a Gyermekút Módszertani Központ pedig ezt fogja a célul kitűzni, és ezen dolgozik már most is. Valójában a központ az egy gyakorlati bázis, vagy tudásbázis, vagy a kettő összegzése? Elmondhatjuk, hogy ez a kettő összegzése egyben, bár inkább tudásbázisként jellemezném, de vannak olyan pilot projektjeink most is folyamatban, amik tulajdonképpen a gyakorlati bázis segítik elő. Vidéken, több településen gyermekút menedzserek segítik és kísérik azokat a gyermekeket, akik bekerültek ebbe a projektbe, hiszen a gyermekút menedzsereknek az lenne a feladata, hogy segítsenek összecsatornázni az információkat a különböző, az ellátórendszer különböző részeiről beérkezve, segítsenek egy integrált képet alkotni a gyermekről. Nagyon sokszor van az, hogy lát valamit a védőnő, lát valamit a bölcsidei gondozó, vagy pedig az óvónő, lát valamit a gyermekorvos, és ezek az információk nem csatornázódnak egybe, és így nem alakul ki egy olyan teljes kép, ami hogyha összeadódik, akkor sokkal jobban lehet segíteni a gyermeket, akkor sokkal hamarabb kiderülhet, hogy mi az ő legjobb fejlesztési útja, és ezt segítik elő a gyermekút menedzserek. Ezen dolgozunk most is, képzéseket is végzünk, és kisebb kutatásokat is. Igazából, hogyha továbbra is sikerrel fogunk dolgozni, akkor ezt a fajta integrációt fogjuk a lehető legjobban elősegíteni, ami pedig azt fogja eredményezni, hogy a gyerekek tényleg egy olyan háttérrel fognak rendelkezni, hogy megtámogatjuk a szüleiket, megtámogatjuk az őket segítő szakembereket, akik együttműködve majd a gyermekeket nagyon jól tudják, majd sokkal jobban tudják támogatni, mint ahogy enélkül segítség nélkül tennék. A Módszertani Központ a társadalom mely szintjén jelenthet segítséget? Gondolok a pedagógusokra, szakemberekre, szülőkre. Igazából mind az előbb említettek közül mindenkit szeretnénk támogatni, tehát két fontos ágát különböztethetjük meg a Módszertani Központ munkájának. Az egyik éppen a szülőknek az informálása, a másik pedig a szakembereknek, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, logopédusoknak, gondozóknak, de az orvosoknak, védőnőknek is a segítése. Mert hogy azt gondoljuk, hogy mind a ketten nagyon fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében, és mi abban hiszünk, hogyha ezek a területek együtt tudnak működni, tehát a szülők és a gyermeket körülvevő szakemberek együtt tudnak működni, és a szakemberek maguk is együtt tudnak működni egy bizalomra alapuló szövetségben, az az igazán üdvözítő, és az fogja igazán elhozni azt az eredményt, ami a gyermek számára a legmegfelelőbb. Melyek a következő lépések a központ Most életében? Dolgozunk azon, hogy előkészítsünk egy következő nagy fejlesztést.
egy nagy Európai Uniós projektre készülünk, amelynek keretében 7 regionális módszertani központot szeretnénk létrehozni, hogy ezekben a központokban a gyermekút módszertani központ által kialakított tudást igazából gyakorlati terepre tudjuk vinni, és az ott dolgozó, majdan ott dolgozó szakemberek a most már működő gyermekút módszertani központ által kifejlesztett anyagokat, módszertanokat a gyermekeknek a segítségére tudják fordítani. Ezek a központok az ország különböző részein lesznek majd? Igen, különböző régióban tervezzük ezeket a központokat. Most még a tervezés fázisában vagyunk, úgyhogy nem szeretném elmondani, mert ez még most változhat, tehát nem szeretném most egy nyilvánosságra hozni, hogy milyen régiókban gondolkodunk, de igen, ezek a régiós központok, ezek az országban leginkább legelmaradottabb térségekben fognak működni, hiszen azt gondoljuk, hogy ott kell a legnagyobb segítség, ahol az ellátórendszer kicsit adott esetben hiányokkal küzd, ott kell majd a legnagyobb segítség, úgyhogy mi a leginkább elmaradottabb régiókra tervezünk koncentrálni. De még a részletek kidolgozás alatt vannak. Szuromi Kovács Ágnessel, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjével beszélgettünk.